A kapospuraiak polgármesteri hivatalát 1904-ben tervezték, és 1910. augusztus 20-án adták át. Az épület mindig is közösségi feladatokat látott el. Volt bírósági épület, később tanácsháza lett, most polgármesteri hivatal és posta épület. Akkor megmaradt nyomokban az épületeken, a nyílászárók még az eredetiek, amik ugyan szépek, de korszerűnek, modernnek és legfőképpen energiatakarékosnak egyáltalán nem nevezhetők. Amikor megnyílottak a top pályázatok, akkor beadtuk igazából a pályázatot. Kicsit az utolsó között kaptuk meg a támogatói határozatot, gyakorlatilag ilyen 42 millió a bruttó összeg, amit erre nyertünk. Tehát itt teljes hőszigetelés, nyílászáró cserék, a tetőre napelem, egy modern hőszivattyús fűtés gázzal kombinálva, tehát gyakorlatilag egy nagyon takarékos, és igazából ez már a 21. század technikája. Én bízok benne, hogy ilyen minimum havi 20 ezer forintot a fűtés számlánkon meg tudunk spórolni. Természetesen ki kellett költöznünk, úgyhogy egy ilyen 3x4 méteres kis irodában működött a hivatal. Hát ez egy kicsit nehézséget okozott. A postát, hát egy hónapig nem üzemelt a posta, addig mozgópostás járt igazából, és hát azért a szolgáltatás működött. Kapospura a lehetőségekhez mérten jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, mondta Stemler József polgármester. A kultúrházunkban összenyitottunk két helységet, ezzel egy nagy közösségi teret tudtunk megnyitani, ez ilyen 3 millió forintos, önerős volt. Aztán közmunkaprogramban rengeteg járdalapot gyártottunk, ezekből Alsóhetényben kompletten föl lettek újítva az összes járda, tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mintha térkő lenne, alá kitükrözve, durvakővel, levibrálva, tehát az egyenértékű egy térköves járdával. Ezekből a lapokból Kapospulában szinte az összes vízelvezető árok ki lett vélelve, tehát ugye mert itt a klímaváltozás miatt ugye nagyon nagy esők várhatók, sajnos. Aztán Kapospulán felújításra kerültek még a nagy része járdaszakaszok, amik nem voltak térköves, úgyhogy már nagyon kevés olyan járdánk van, ami nem térköves, tehát itt az anyatelepülésen úgy mondom. Alsóhetényben sikerült egy közösségi házat kialakítani, Alsóhetény Kapospulához van csatolva közigazgatásilag, ilyen 220 ember lakik, ott nem volt közösségi terük, ott sikerült egy ilyet megvalósítani. Falubuszt nyertünk. Aztán ami egy nyertes pályázatunk még a Kapospulai Művelődési Ház, egy 96 millió forintos, aminek a beruházás vagy a tervei is igazából most készülnek, és nem sokára bízok benne, hogy a közbeszerzésig eljutunk. A kis településeken azt kell elérni, hogy az ott élők otthon érezzék magukat, és a lehetőségekhez képest olyan körülményeket kell teremteni, amelyek nem maradnak el a városiaktól, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Próbálják megközelíteni ezek a kis települések azt a komfortfokozatot, amelyet mondjuk egy nagyobb bocskaváros tud nyújtani nekik. Ezen az úton segít bennünket a területi operatív program, hiszen ezeken a településeken pontosan az ilyen közérzet, meg a településen való boldogulásnak a lehetőségeit szeretnénk kitágítani. Sikeresek vagyunk, sok nyertes pályázat van, nagyon ügyesek voltak a településvezetők, és láthatóan sok átadott projekt volt már eddig is, és várhatóan a következő időszakban is ez folytatódik, ez a sorozat. Most azon dolgozunk, hogy plusz forrásokat találjunk még, és úgy néz ki, hogy sikeresek leszünk ebben is. Tolna megye 27,5 milliárd forintot osztott szét pályázati úton a top forrásokból. A keret elfogyott, minden nyertes pályázat hozzájutott a megfelelő finanszírozáshoz. Ezen kívül volt jó pár olyan pályázat, amelyik forráshiány miatt nem nyerhetett, pedig szakmailag indokolt volt, jó volt a pályázat, igazolható volt minden számadatban. Éppen ezért fordultunk a kormányzathoz, hogy próbáljanak lehetőséget teremteni arra, hogy vagy visszahulló forrásból, vagy pedig saját forrásból erősítsék meg a topot, és a következő időszakban ismét nyissák meg a pályázati tengelyeket. Várhatóan ez meg fog történni. És hadd ne kiabáljam el, hogy mennyi összeget tervez a kormányzat a megyénknek, de azt gondolom, hogy ez egy szabad szemmel jól látható összeg lesz, és ebből ismételten jelentős mennyiségű projektet tudunk megvalósítani. Nyilván nem mi, hanem a települések. Tervezzük azt, hogy mi lesz majd, ha most lezajlik a választás, és a választópolgárok döntenek rólunk, illetve döntenek arról, hogy maradhatunk-e, vagy pedig váltani kívánnak. Én azt gondolom, hogy nekünk attól függetlenül úgy kell gondolkodnunk, felelős vezetőként, felelős szervezetként, hogy mit fogunk csinálni majd a választások után. Föl vagyunk készülve, tele vagyunk tervekkel, keresjük a forrásokat. Az Európai Unióval
még nincsenek konkrét eredmények, de úgy látszik, hogy a kormányzat az érti, hogy miről szól a vidék fejlesztése, érti, hogy mi kell a vidéki embereknek, és ahhoz, hogy itt lehessen boldogulni, élni. Stenmel Józsefnek Kapospulán is jelentős tervei vannak még a következő 5 esztendőre. Kultúrházunk még elkészül, akkor a településnek nem nagyon van olyan középülete, ami nincs felújítva, vagy nem úgy működik funkciójában, ahogy annak menni kellene. Innentől úgy gondolom, hogy a szépítésre próbálkozunk, kicsit több hangsúlyt, buszmegállókat szeretném felújítani, ami még elmaradt járda, azokat megvalósítani, és hát meg ugye föntartani, működtetni a települést.